Tüntetők zártak le 5 fontos hídat London központjában szombaton, azt követelve, hogy a kormány tegyen határozottabb lépéseket a klímaváltozás ellen. A szervezők a lázadás napjának nevezték az eseményt, amelyen több ezren vettek részt. A tüntetés egyik szervezője a Westminster hídon nyilatkozott. Ez egy nemzetközi lázadás kezdete, amellyel a környezetvédelmi válságra adott válasz elmaradása ellen tiltakozunk. Szerintem a helyzet sokkal súlyosabb annál, mint amiről beszélnek nekünk, véli ez a demonstráló. A szombati tüntetés résztvevői közül 22 embert letartóztatott a rendőrség.